Beáznak a Budapesti Egyes Villamos 1,5 milliárdból épített új megállói, és Magyarországon készült el az Unió valószínűleg legdrágább lépcsőfoka. Az Index hírportál találta meg azt a 20 centis fellépőt, amelyhez 1,5 millióért telepítettek mozgáskorlátozottakat felemelő liftet. Holott lényegesen olcsóbb és talán praktikusabb is lett volna néhány ezer forintból egy rámpa. Egy-egy beruházást sokféleképpen lehet elszúrni, és amit el lehet szúrni, azt M. Kis Csaba szerint mi el is szúrjuk. Kezdjük a legkisebbel. Egy kilátóval, ami 40 centi magas, nem makett, igazi. Bodrog keresztúrón épült még 2009-ben 39 millió forintos uniós támogatásból. A látvány támogatás nélkül is pazar, de ide fölállva egészen biztosan még sokkal szebb minden. Ráadásul azt is tudjuk, merre van kelet, mert a betonplac közepébe tettek egy iránytűt is. Szóval nagyon megérte. A szerencse épült hegyalja kapuja esetében sem kérdés, hogy megérte-e vagy sem az építmény. Mindössze 2,5 millió forint saját önerőt kellett a városnak fizetni, és az épület teljes bekerülési összege pedig 102,5 millió forint. Mondjon nekem olyan vállalkozást, ahol 2,5 millió forint ennyi hasznot hozott. És még szép is, vagy nem. De ahhoz már nyilván semmi kétség sem fér, hogy a város jobb helyre nem tehette volna ezt a 102,5 milliót. Jelképes kapukból egyre jobban állunk. Itt van például a Velence kapuja névre keresztelt projekt. Ennek keretében az egykori füves, ősfás, szabad strandra építettek egy plázát, ami elé a természetes nádas füves part helyett homokos tengerpartot álmodott a tervező. És ha már megálmodta, el is készül, és jól mutat majd az ország közepén. Aki szeret bevásárlóközpontban nyaralni, parkoló autók mellett, az boldog lesz itt. És az egészre még 1200 milliót sem költöttünk. Csak örülhetünk. Ahogyan az M43-as stráda megépülésének is, a Szerbia felé tartó M5-öst a román határral összekötő autópálya költsége 104 milliárd forint. Jó, hogy lesz, csak egyelőre nem vezet majd sehova. Egészen addig, amíg a román oldalon nem lesz folytatása a magyar útnak. Értjük, hogy roppant nehéz a szomszédokkal egyeztetni, hogy két út találkozon a határon, így nem is rójuk föl senkinek. A kazincbarcikai önkormányzatnál sem hibáztatunk senkit, hogy egy ilyen buszmegállóért 4,5 millió forintot fizettek ki. Igaz ugyan, hogy láthatóan sem a naptól, sem a széltől, sem az esőtől, hótól nem véd, de legalább az idegenek is messziről láthatják, merre van a buszmegálló, szóval megérte a 6 darabért az a 27 millió. A Budapesti Egyes Villamos új megállóinak praktikussága sem meggyőző, de ezek legalább még drágábbak. A 32 megálló 1507 millióba kerül, darabonként tehát, bár nem egyformák, alig 50 milliót visznek el. Annyi meg kit érdekel, javarészt az Unió fizeti úgy is, legyen az ő bajuk az is, hogy beáznak. És két nagy klasszikus a végére, a Rózsadomb egyik legértékesebb telként Budapest fölött 25 éve áll ez a torzó. Egykor szakszervezeti szálló volt, luxus hotel akart lenni, de azóta sem lett belőle semmi. A Budai Sportkórház világszínvonalúnak szánt új épülete nagyjából 70%-os készültséggel közel 10 éve üresen rohad. 4 éve 3,5 milliárdra becsülték a befejezési költségeket, mert gyakorlatilag a hátralévő munkákat a tervezéstől és az engedélyeztetéstől kellene újrakezdeni. De nem baj, ha az Unió 40 centis kilátóra adott pénzt, majd csak ad erre is. Egyébként is. Legyünk optimisták, és inkább örüljünk az új stadionjainknak.